lesz majd a fény, s ki lesz majd a só. Ha népem elhallgat, talán a kövek szája szó. Ki visz majd remény az árváknak, kik várnak rá. Értük jöttem el, hogy életük legyen, hogy bűneik súlyát keresztem magamra vegyem. Atyám még visszatart, de itt van szellemem. Lőttem, hogy erővel hirdesd nevem. Mutasd meg nekik, hogy bennem van remény, hogy az egyszülött fiú értünk adta értét. Feltámadt és él, nincs más nép. Oh, mit adjon még nekem, az díj a föld, amire lát. Hát foglald el, örökségedet.
Most pedig szeretném, ha az igéhez fordulnánk, szeretném olvasni az 1 Péter 2.9-et. Jól ismert igét szeretnék olvasni. Azt hiszem, ki is fogjuk vetíteni, ki is van vetítve. Nézzétek velem együtt Istennek a beszédét. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez az üzenet még engem is meglepett. 1 Péter 2.9. Ti pedig választott nemzetség, király papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mondjuk el együtt ezt az igét, annyira fontos ez. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ma szeretnék beszélni a vízkerességgel kapcsolatosan fontos igazságokról, és azzal szeretném folytatni a szolgálatomat, hogy hányan tudjátok azt, hogy sokszor a Bibliát úgy kell olvasni, hogy látni kell. Még egyszer elismétlem, hogy megértsétek. Tehát a Bibliát nem fogod megérteni, sok igét nem fogsz megérteni, ha nem látod. Elmondom, hogy mit jelent, amit mondok. Azt jelenti, hogy amikor elolvasod, szükséged van arra, hogy Isten lelke jöjjön, és megnyissa a szívednek a szemeit, hogy amit olvastál, azt megértsed és vizuáljad, lássad, hogy ott mit mondott az Isten, pontosan hogy játszódott az le ott az eredetiben, ami akkor megtörtént, és ne csak egy információt fogadjál be, hanem megjelenjen előtted, mint egy kép. Természetesen most nem ilyen hallucinációra gondolok, hogy mindenféle képek jelennek meg az emberek előtt, hanem a szíveddel kell, hogy megragadjad az igét, és ez az ige, amit ma felolvastam, nekem megjelent. Láttam. Hallottam, és megérintettem a szívemmel azt, amit ez az ige mond. Ezt szeretném nektek elmondani. Tehát látnod kell Isten igéjét. Az Isten igéje nincs messze tőled, hanem közel van hozzád, és Isten lelke azért jött, hogy megelevenítse neked az írásokat. Hogy a Biblia ne egy száraz szöveg legyen a számodra, hanem az Isten beszéde élő és ható legyen. Hogy amikor az Isten igéjét olvasod, bele tudjad magad képzelni. Látni tudjad magad abban a helyzetben, szituációban, mert neked szól az Isten igéje. Például, amikor Isten igéje beszél a gyógyulásról, akkor ott neked első szám, első szemébe mondja az Isten, hogy meggyógyít. Azért olvasod azt a történetet, mert téged is meg akar gyógyítani. És addig kellene, hogy olvasod azt a történetet, hogy végre lásd magad gyógyultan és egészségesen. Érted? Mert Isten igéje nem egy történet hozzád, hogy tudjál valamit, hanem azért mondja neked, mert veled akarja megcselekedni, azért mondja neked, mert rajtad keresztül akarja megcselekedni, és azért mondja neked, mert használni akar téged ebben. Kérlek benneteket, ezen a héten olvassátok így a Bibliát. Hogy Isten igéjét, ahogy olvassátok, ragadjátok meg, hogy itt most, amikor olvassátok, mit akar Isten mondani nekem, és én ott vagyok a történetben. Éppen ott akkor, és ezt látnod kell, hogy Isten hogy teszi meg ezt a te életedbe, hogy használ téged, és amikor például azt mondja neked, hogy az ő szegénység által meggazdagodtál, akkor tudnod kell, hogy a sárga csekek ki lesznek fizetve. Nem tudod, hogy hogy. Nem tudod, hogy miként fogja az Isten cselekedni, ez ilyen szempontból lényegtelen, neki minden lehetséges, de látnod kell magad, hogy végre most nem szégyenkezni fogsz, hogy maradt 5 sárga csekk. És tudod, ilyenkor az ember rájön egy ilyen lelki nyomás, hogy megint nem tudtam kifizetni a számláimat, hanem látni fogod magad, akár idős vagy, akár fiatal vagy, akár keveset keresel, akár többet keresel, hogy én kifizettem a számláimat, és látnod kell magadat örömmel, boldogan, hálát adva Isten előtt. Ha nem látod magad ebben a helyzetben, nem fogsz odaérni. És Isten igéje azért mondja neked a jövőt, hogy lásd magad ott, ahol ő már lát. És hogyha te ezt elhiszed, akkor ő neki könnyű dolga van, mert az igaz ember hitből él. Amen. És akkor te oda is visz téged. De amíg nem nyeri meg a szívedet, amíg nem nyitja meg a szemedet, amíg nem vizuálod az igét, addig nem tudod oda vinni.
Nagyon-nagyon fontos, hogy megragadjuk ezeket. Nézzük, tehát ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartás való név vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgai, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Itt kérlek benneteket most, ragadjatok meg két nagyon fontos dolgot. Az első az igevers közepén van, illetve az elején, az nem más, mint a világosság gyermeke vagy, első szám első személyben, szent név vagy, és Isten országa vagy. Még egyszer hagyd mondjam, soroljuk fel. Mi vagy te? Szent név vagy? Világosság gyermeke vagy, és te vagy Isten országa. Tied az Isten országa. Nagyon-nagyon fontos. A másik, amit meg kellene ragadni, az az, hogy te világosságra vagy elhívva. Világosságra vagy elhívva, és el tudod képzelni az ember életét, amikor minden nap, minden percben, minden órában te világosságban élsz, úgy cselekszel, úgy élsz, hogy mindenki láthatja, amit csinálsz, és mindenki csak azt tudja mondani, dicsőség az Istennek, amit lát a te életedben. Hogy nincs semmi, amit szégyelnél. Nincs semmi, amit eltakarnál. Minden, amit élsz, Isten dicsőségére élsz, és láthatják az emberek nyugodtan, mert Isten cselekszik az életedbe, nincs benned semmi rossz, nincs benned semmi bűn, te a világosság gyermeke vagy. Tudjátok, hogy ki szeret a világosságban élni? Akinek nincs semmi, amit szégyelne. Nincs semmi, amire azt mondaná, hogy ezt meg ne tudják. Van az életedben van olyan dolog, amire azt mondanád, mindenki, elmondok mindent az Istennek, csak az emberek azt meg ne tudják. Bizonyára lehetséges, hogy van. De amikor az ember a világosságban él, el van hívva a világosságban, Isten egy olyan állapotra akar téged eljuttatni, ahol nem szégyeled magad sem Isten előtt, soha, sem az emberek előtt. Nincs vádlás az életedbe, és felvállalod azt az életet, amit Isten adott neked, semmit nem szégyelsz, hanem örvendezel abban, amit Isten adott neked, és tiszta, szent, áldott életet élsz, amelyben Isten megdicsőül. És ha nézhetik innen, nézhetik onnan, téged Isten akkor is megsegít, és nézhetik innen, nézhetik onnan, Isten megdicsőül az életedben. Emlékeztek, nem olyan régen beszéltünk Jobról, hogy a Jobról mondta az Isten igéje, hogy Isten sem talált benne semmi kivetnivalót, és az emberek előtt is fedhetetlen volt. Hogy az emberek is hiába vizsgálták őt, még a barátai is csak feltételezéseket mondtak róla, nem tudtak konkrét dolgokat mondani róla, mert tudták, hogy Isten félő, csak feltételezték mindig a bűnt. De Isten eljuttatta már az Ószövetségben Jobot arra, hogy világosságnak a gyermeke volt. Dicsőség Istennek ezért. Áldott legyen az Úr neve. Úgyhogy vágjunk bele, menjünk tovább. Tehát látnod kell magad a világosságban, hogy nem vádol téged, látnod kell magad abban, hogy Isten megdicsől az életedbe, és látnod kell magadat ott, ahol te vádlás és károsztatás nélkül élsz. Ez nagyon fontos. Ezért nézzünk, először is szeretnék megmutatni, és menjünk vissza a jegyzetünkre, és szeretném, ugye a mai szolgálatnak a címe, új ember, új nép és új ország. Ugye négy testvérünk lépett át ebben, és új emberek lettek, új nép lettek, és új országba léptek be, dicsőség Istennek, az Isten országába. Menjünk tovább. Az első dolog, amiről szeretnék egy kicsit mélyebben tanítani, az éjszaka Izraelben. Nézzük meg az igét a 2 Mózes 12-ben. Ki tudjuk vetíteni? 12, 40-től 42-ig. Izrael fiainak lakása pedig, amíg Egyiptomban laktak, 430 esztendő volt. Az jó hosszú idő, nem? Rendkívül hosszú idő. És lőn, hogy 430 esztendő végén, lőn pedig ugyanazon a napon, hogy az Úrnak minden serege kijöve Egyiptom földéről. Tehát 430 évig. Figyeljetek, elmondom nektek csak azt, hogy mi éltünk 10 évet a Vezér utcán. 10 évet éltünk. Annyi lomon volt, annyi mindent kellett megmozdítani, hogy egy ember elköltözzön, egy nap alatt nem lehet elköltözni.
Az első csoda az az, hogy 430 éven át Isten megtartotta Izrael népét, mert szerette őket, az ellenség földjén, mondjatok egy ámen. A második csoda az, hogy egy nap alatt 430 év után kiszabadította őket. Egy nap alatt. Mindegy, milyen hosszú időn át érsz a bűnben. Egyiptom a bűnt, a sötétséget jelképezi, az Isten nélküli életet jelképezi, a bűnnek a rabszolgaságát jelképezi, azt a sötét birodalmat, amit ez a világ jelképez, és az Istennek van hatalma egy nap alatt kiszabadítani téged. Lehet, hogy 20 éve éltél, lehet, hogy 30 éve éltél, lehet, hogy 2 éve éltél ebbe a sötétségbe. Isten meg tud téged ragadni, és ki tud abban a pillanatban, egy éjszaka, egy nap alatt ki tud szabadítani. Dicsőség Isten. 430 év után. A harmadik dolog, ami rendkívül felemelő, és megint gyönyörkörök benne, hogy 430 év nem tudta az Isten fejéből kitörölni, akit szeret. Isten szeret téged. Utánad megy. És nem számítanak az évek. Nem számítanak a távolságok. Mondjatok ámen. Ő akkor is harcol az övéért. És nem tudja. Míg elfelejtünk, én most már abban a szakaszban vagyok, hogy rászoktam erre a sok kütyűre, és mindig beírom a programomat, hogy mi következik. De ha nem írom be, elfelejtem. Isten, ha egyszer beír valamit a szívébe, soha nem felejti el, még 430 év után sem. Az atyáknak tett ígérete. Hányan mondtak ámen, hogy Isten, te rólad sem felejkezik el. Neki nem probléma az 5 év. Nem probléma a 10 év. Nem probléma, és lehet már 10 éve imádkozol a gyermekedért, vagy az unokádért, hogy megtérjen. Isten már meghallgatta azt az imát, és nem fog elfelejkezni róla, és jönni fog. És jönni fog. Meglátod? Nem tudja kitörölni az évszázadok sem, amit Isten ígér. Dicsőség az Úrnak. Tehát egy éjszaka kiszabadította, és látjátok, hogy egy éjszaka volt Izraelben, és egy olyan szakasz következett itt Izraelnek a népének az életében, hogy mielőtt Isten kiszabadította volna őket Egyiptomból, 3 napig sötétség volt Egyiptomban. Nézzük meg ezt az igét. Tehát nem csak szellemileg volt sötét Egyiptom, a sok Isten hitbe hitt, nem ismerte az örökkévalót, nem ismerte a megváltót, nem ismerték az Isten, hanem fizikailag is volt 3 nap sötétség. A 2 Mózes 10:22-t nézzük meg, és utána 14:20-at. És kinyújtá Mózes az ő kezét az ég felé, és lőn sűrű sötétség egész Egyiptom földjén 3 napig. Elmondom nektek, hogy megdöbbentő az, hogy az a szellemi sötétség, ami Egyiptomban volt, és ahogy ők tisztelték, és a mai napig is tisztelik a szkarabeusz bogarat, meg a csúszómászókat, az égi madarakat, minden, ami csak létezik, minden tisztelnek. És látjátok, hogy van ma a Földön olyan vallás, amely az utolsó bogártól kezdve a legnagyobb emlős állatig majdnem minden tisztel. Ők is ezeket az isteneket tisztelték, és megdöbbentő, hogy ezután jött egy fizikai sötétség is rájuk, Isten emberén keresztül, mert szeretném, ha tudnád, hogy Mózes az Ószövetség szabadítója volt. Tehát jelképe volt a názareti Jézus Krisztusnak az Ószövetségben, ahogy a Mózesen keresztül Isten elkezdett cselekedni Izrael népének az életébe, ugyanúgy cselekedett a mi életünkben, de nem Mózesen keresztül, mert a mi Mózesünk Jézus Krisztus. Nekünk van Mózesünk. És Izrael népét egy Mózesen keresztül vezette ki, ugye, és 3 napi sötétség jött, és tudd meg, hogy Jézus Krisztus nem véletlenül volt 3 nap a sötétség birodalmában. Jézus Krisztus, az Isten fia, 3 napig a sírba volt, azért, hogy ki tudja szabadítani utána mindazokat, akik a sötétségben ülnek. Ő meglátogatta a sötétséget, meglátogatta a gonosz birodalmát, legyőzte a sötétséget, dicsőség az Úrnak, és miután feltámadt, áldott legyen az ő neve, azóta minden egyes embert kiszabadít a sötétségből. És Mózes is 3 nap sötétséget parancsolt Egyiptomra, és megvan írva, hogy miután a sötétség működött, Izrael népének felragyogott a világosság. Annyira hálás vagyok, hogy itt van 4 testvérünk ma, akiknek felragyogott a világosság a sötétségben. Mert a sötétségben ragyog mindig fel a világosság. És fénygyúlt, és felragyogott nekik Krisztus. És meglátták, hogy bűnös emberek, és meglátták azt, hogy ez nem az ő országuk, ez a világ, nem az ő népük.
ez, amit élnek, ez nem az ő életük, és az az Isten, akit eddig szolgáltak, ez nem az ő Istenük. És örömmel mondtak igent Istennek, és Istent, ahogy elfogadták, ki vezeti őket a sötétségből. Ugye, három nap. Én hiszem, hogy teljes mértékben, hogy nem véletlenül volt Jézus Krisztus három napi sötétségben, azért, hogy legyőzhesse a sötétség birodalmát, és kihozhassa azokat az embereket, akik a sötétségben ülnek. Hányan vagytok hálásak, hogy téged is meglátogatotta a világosság? Ez ezért történt, mondja el, ámen. Ezért történt, mert Jézus három napi sötétségben volt. És az egész világért halt meg. Az egész világért győzte le a sötétséget. Az egész világért ment be a sírba. Nagyon fontos tovább mennünk. Nézzük meg a Máté 27:45-46-at. Én látom, hogy most nemzetek, népek ülnek sötétségbe, de olyan csodálatos, hogy Jézus már legyőzte ezt a sötétséget. 6 órától kezdve pedig sötétség lőn, mind az egész földön, 9 óráig. 3 nap helyett 3 óra. 3 órát sötétség volt fizikálisan is, ahogy Egyiptomban annak idején 3 napon át volt sötétség, itt pedig 3 órán át volt sötétség. Ugye reggel 6 órától 9 óráig volt sötétség, és ahogy ez a sötétség bekövetkezett, tudod, hogy mikor következett be? Miután Jézus szenvedett a kereszten, és kilehelte a lelkét, és azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem a lelkemet, sötétség lett a földön. Nem 3 nap, hanem 3 óra. És akkor Jézus leszállt a sötétségbe, és el tudjátok képzelni, milyen volt az a pillanat, hogy a pokolban még soha nem volt világosság. Soha. És hirtelen felragyogott a fény. El tudsz képzelni egy földön egy olyan üreget, egy olyan barlangot, amelyet még fény soha nem érintett. Olyan világosság, hirtelen fölkapcsolnak egy olyan világosságot, hirtelen elkezdődik egy olyan világosság, mint amikor a napban nézel a kellő délbe. Akik soha nem láttak, hirtelen meglátják a világosságot. Jézus Krisztus legyőzte a sötétséget. Jézus Krisztus legyőzte a világot uraló sötétséget. És az a sötétség egy szellemi sötétséget jelképez, amiben ültek az emberek, amiben éltek az emberek. Ezért ezt akarta mutatni, hogy nem csak az Ószövetségben, Egyiptomban ültek az emberek a sötétségben, hanem itt 3 órán át egy jelképes módon megint jön, hogy 3 órán át így, bemutatta Isten, hogy nélküle az emberek sötétségben maradnak, de ő a világ világossága, ő legyőzte a sötétséget, és aki benne hisz, az kijön a sötétségből, és felragyog neki a Krisztus, és a világosságnak a gyermeke lesz. Amen. Istennek a dicsőségének a gyermeke lesz. Nagyon-nagyon fontos. Felragyog. 3 órát tartó sötétség után Jézus lement 3 napig, és utána pedig föltámadt, és ő a világ világossága. Dicsőség az Úrnak. Tudjátok, hogy Mózes, miután a 3 napi sötétség lezajlott Egyiptomban, lezajlott Mózesnek a szavára, amikor felemelte a kezét, tudjátok, hogy ki által jött el a szabadulás az Ószövetségben? Hogy később olvassátok a Bibliát, látjátok azt, hogy Mózes bárányt rendelt el, egy pászka bárányt rendelt el, amit minden családnak meg kellett ölnie, és meg kellett enni azon az éjszakán, a sötétség idejében. És Mózes az Ószövetségben már előre mutatott Jézus Krisztusra, az Isten bárányára, és igazából nem Mózes vezette ki Izrael népét a sötétségből, Egyiptomból, hanem Jézus Krisztus vezette ki, akire ő rámutatott. Mert a bárány volt az áldozati állat, akit ők megettek, és a pusztító őket nem pusztította el, hanem ez a bárány megőrizte őket a pusztítótól, a sötétségnek a királyától, megőrizte a halálnak az angyalától őket, és kiszabadította őket másnap reggel. Dicsőség az Úrnak. Miután lejárt a 3 napi sötétség, miután a pászka bárányt megették, abban a pillanatban a bárányon keresztül Mózes szabadulást tudott hozni Izrael népének. Én is itt vagyok ma, és elmondom nektek, én sem vagyok egy szabadító, és te sem. De van valakim, akire rá tudok mutatni. Az én bárányom Jézus Krisztus.
és hogyha ő benne hiszel, nem csak engem, téged is meg fog menteni. Téged is meg fog szabadítani. És az én feladatom és a te feladatod is ma ezen a világban az, hogy az emberek, akik sötétségben vannak, lelki sötétségben, rámutassál Jézus Krisztus az Istennek a bárányára, arra bárányra, aki érted, oda áldoztatott, akkor még Mózes hitáltal előre mutatott, mert igaz, még nem történt meg, de nekünk pedig visszafelé kell nézni 2000 évre, és láthatjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, legyőzte a sötétséget, és feltámadt, és aki benne hisz, az örökké él. Dicsőség az Úrnak. Áldott legyen az Úr neve. Csodálatos ez. A Máté 4. rész, nem tudom, hogy te meddig voltál sötétségben, de lehet, hogy van itt valaki, aki még most is sötétségben van. Máté 4. rész 16-17. versét és a 17-2-t olvassuk el. A nép, amely sötétségben ül vala, lát nagy világosságot, és akik halálnak földében, árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támad. Tehát előtte az emberek ott ültek a sötétségben, és hirtelen felragyogott nekik a Krisztus. Én nem tudom, te hány napig voltál sötétségben, ugye a négy testvérünknek is mondom most, nem tudom, ti hány napig, ugye látjuk, hogy Károly 11 éven áll, szóval ez egy, azt mondhatom Károly, hogy 11 évig ellenállni Istennek, az egy nagy erő. Hogy legyél legalább ennyire erős az Úr mellett. Mert, tudjátok, van, akik könnyen megtérnek, van, akik meg nehezebben. És van egy ilyen hitem, hogy akik nehezebben térnek meg, talán még erősebben fogják az Urat szeretni, és még jobban fogják követni. Úgyhogy megéri imádkozni a nehéz esetekért. Hányan mondtok ámen? Megéri imádkozni a menthetetlen emberekért. Megéri imádkozni azokért, akikre mindenki lemondott. Megéri azokért közben járni, akire mindenki csak csap egyet. És azt mondja, hogy ő biztos, hogy nem fog megtérni. Én úgy gondolom, hogy ezek a nehéz esetek lehetnek az egyik hősei az Úrnak. Akik nagyon szeretik Istent. Mert tudják, hogy mennyit bocsájtott az Úr meg. Mennyire nem felejkezett el Isten az ígéreteiről, hogy 11 év után sem hagyta abba, meg 20 év után sem hagyja abba, hanem jön az Isten és harcol érettünk. Dicsőség Istennek. Tudod, hogy a sátán mit szeretné, hogy ki mondja? Nézzük meg a Máté 4. rész, 17. verset. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és azt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyek királysága. Dicsőség az Úrnak. Tehát miután fölragyog a Krisztus, akkor lehet hirdetni a megtérésnek az üzenetét, mert tudjátok, hogy én hogyan tértem meg? Már összesen tudom számolni, hogy hány évvel ezelőtt tértem meg. Úgy tértem meg, hogy fölragyogott a Krisztus, és tudjátok, hogy mit éreztem a gyakorlatban? Hogy bűnös ember vagyok. És nekem az a bizonyíték, hogy valakinek fölragyogott a Krisztus, nem az, hogy azt mondja, hogy látott valamit, nem az, hogy valamit érzett, hanem hogy érzi, hogy ő bűnös ember. Akkor az Úr Jézusra találkozott. Mert a világosság fölragyogott neki, és megmutatta, hogy a sötétségben milyen életet élt. Megmutatja a sötétségnek a cselekedeteit. Megmutatja azt a sötét állapotot, amiben benne ért lelkileg. Ránehezednek az emberekre a bűnei. Így volt nálad is? Hogy az ember rájött arra, és elkezdett potyogni a könnye. Úr Jézus, én annyira bűnös vagyok. Úr Jézus, mentsél meg, mert ezek a bűnök elpusztítanak engem, megölnek engem, nincs nekem semmi reménységem, mert most láttam meg, hogy milyen életet élek én. Fölragyogott a Jézus. Megláttam a bűneimet, és miután megláttam a bűneimet, meg tudtam térni. Hirdették nekem a megtérés üzenetét. Nem lehet hirdetni embereknek a megtérés üzenetét, amíg nem ragyog fel nekik a Krisztus. Amikor felragyog, akkor ők fogják érezni, hogy bűnös ember vagyok. Nem lehet neki mondani, hogy figyelj, tartsunk egy bűnvallást, és majd abból meg fogod tudni, hogy milyen bűnt követtél el. Ez nem így működik. Szükséges, hogy legyen egy találkozás Jézus Krisztussal, hogy fölragyogjon nekünk a Krisztus. És ha ezt meglátjuk, emlékeztek, hogy a Péter mit élt át, amikor Jézus belépett a hajójába? Megkérdezte Péter Jézustól, hogy beléphetek-e a hajódba, onnan hirdethetem-e az Isten országának az igéit. És Péter mondta, hogy oké, gyere. És ahogy tovább kötögette a hálóit, Jézus a hajójából prédikált és hirdette a tömegnek az igét. Abban a pillanatban Péter összeesett, és sírt, és azt mondta, menj el tőlem, Jézus, mert én nagyon bűnös vagyok. Amikor közel jön hozzád a Jézus, meglátod, hogy bűnös vagy,
ez a legcsodálatosabb állapot a világon. Hányan mondtok ámen? Mert akkor már találkoztál a világossággal. A világosság legbiztosabb jele, látod a bűneidet. Látod az elveszett állapotodat. Látod, és így látta Izrael, ha Isten nem segít rajtunk, ha ő nem szabadít ki bennünket, itt pusztulunk el, nincsen menedékünk. De aztán a bárány segítségével Mózes kihozta őket, dicsőség Istennek. A világosság gyermekeivé lettünk, áldott legyen az Úr neve. Menjünk tovább. Következő nagyon fontos. Hányan vagytok nagyon hálásak, hogy felragyogott a Krisztus, és most már Isten gyermekei vagytok. A vízkereség erről szól, ugye szent nép vagyunk, Isten gyermekei vagyunk. Ugye amikor beléptünk a vízbe, akkor mi már tudjuk, hogy Isten gyermeke vagyunk, világosságnak a gyermekei vagyunk, olyan emberek vagyunk, akik szeretnénk egy olyan állapotot elérni Istenbe, hogy ne kelljen szégyenkeznünk semmi miatt. És egy nap az Úr előtt meg fogunk állni, és azon a napon semmi vádlás nem lesz benned, hanem Istennek a kegyelme ki fog áradni, és téged szeretettel fognak majd fogadni a mennybe, és átölelnek, és meg fognak jutalmazni. Mert lesz miért. Menjünk tovább. A következő felhőoszlop és tűzoszlop. 2 Mózes 13. Nézzük meg. A 2 Mózes 13, 21-22-ig. Az Úr pedig megy vala előttük nappal felhőoszlopba, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Dicsőség az Úrnak. 22-es verset. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Tehát amikor fölragyogott nekik a világosság, és följött egy új nap a sötétség után, már közben találkoztak a bárányjal, kijött a szabadulásnak az ideje, és kijöttek Egyiptomból, és azt mondja a Biblia, hogy a következő óriási lépése Istennek az volt, hogy felhőoszlopot küldött. Tudjátok, ugye Egyiptomból a sivatagba mentek ki, vagy olyan helyre mentek ki, ahol járatlan utakra mentek ki. Óriási dolog volt, amikor felhőoszlop takarta be az embert, vagy éjszaka, amikor hideg volt, amikor sötét volt, tűzoszloppal vezette őket az Úr. És csodálatos, hogy amikor szemedbe süt a nap, amikor nem látsz semmit, annyira tikkaszt a meleg, akkor betakar az Úr az ő jelenlétével. De olyan csodálatos, hogy amikor a sötétség miatt nem látsz semmit, miután Isten gyermeke lettél és a világosság gyermeke lettél, van felhőoszlopod és van tűzoszlopod. Mi a tűzoszlop? Az Isten lelkének a vezetése. Miután Istennek a gyermeke lettél, elkezdett vezetni és elkezd vezetni téged a Szentlélek. Istennek a jelenlét a sötétségben is világít. Istennek a szelleme a sötét dolgokba is világosságot gyújt. Istennek a lelke elmagyarázza és megtanítja az embert minden igazságra, mondjatok egy ámen. Nem vagyunk többé sötétségben. És olyan megdöbbentő az, hogy miután én is megtértem, elmondhatom nektek, hogy addig nem is tudtam, hogy mi helytelen az életemben, de utána egy szempillantásra kezdtem megérteni egyik cselekedetemet, egyik dolgot a másik után, hogy én ezt nem fogom tenni. Például én nagyon szerettem diszkóba járni, még a gyülekezetnek az erősítőit is elloptam egyszer, és diszkót csináltunk. Ezt most... Mert ott voltam a gyülekezetben, az én nagyapám alapított a gyülekezetet, és akkor vásárolt a gyülekezet, még nem tértem meg, hogy mondjam. Tehát ezt szégyellem. És mondták a fiúk, csináljunk diszkót. Oké, de nincs mivel. Tehát akkor még MK27-es magnó volt meg. Tehát tudjátok, mi az MK27-es? Nézzetek utána, ne legyetek tudatlanok. Meg akkor a magnók voltak, mint egy kisebb fajta bútor. És kocsik, egy kisebb kézi kocsi kellett, hogy egyik helyről vigyed a másikra. És hát, hogy fél órát menjen, 12 ekkora Góliát ellen járt bele. És hát eszembe jutott, hogy a gyülekezetnek most vásárolt technikát, nem látja meg senki, elvittük, csináltunk diszkót. Borzasztó szégyeltem magam, miután megtértem. Nem csak ezt szégyeltem, hanem tudtam, hogy nekem soha többé nincs helyem a diszkóba. És senki nem tanított. Senki nem tanított. Megutáltam ezt az egészet, és evidens volt, hogy én nem járok többé diszkóba. Jártál már így? Hogy az ember elkezdi az életét átértékelni, és senki nem tanítja, és mégis tudja, hogy ez nem illik hozzá.
Mégis tudja, hogy ez a beszéd nem illik hozzám. Így nem fogok beszélni. Így nem fogok öltözködni. Így nem fogok járni, és senki nem mondja, de én tudom, hogy ez már nem illik hozzám. Én nem ez vagyok. És sorolhatnám az eseményeket sorba, hogy tudtam, hogy ezt nem fogom csinálni. Tudtam, hogy ezt nem fogom tenni. Aztán, ugye, akkor is szerettük ezt a ital nevezetű folyadékot, és a barátok azt mondták, mi van veled, hogy nem iszol? És mondtam neki, hogy nem kívánom, nem akarom, nincs szükségem rá. És soha többet utána már nem kellett az alkohol. Nem volt muszáj inni. És sorolhatnám sorba az eseményeket, a felhőoszlop és a tűzoszlop, és az egyik, tehát az Istennek a lelke, aki megvilágítja az életet különböző területeit, hányan vagytok hálásak, mert a világban továbbra is sötétség van, figyelitek. Tehát nekünk kell nap mint nap, óráról órára, hétről hétre a világosság. És ugyanakkor pedig, amikor annyira tikkaszt az élet, annyira fáraszt az élet, milyen jó, hogy az Isten igének a felhője betakar. Én számomra a felhő, elmondom nektek, az Isten beszéde. Engem vezet a tűzoszlop, a Szentlélek, és vezet ebben a világban, miután megtértem, Isten beszéde. Az a felhő, ami nem az interneten van, hanem a mennyben van. Ez Istennek a drága beszéde, mert onnan jött ki a szózat. Emlékszel, hogy fölmentek a tanítványok a hegyre, és akkor egy felhő ereszkedett le, és ebből a felhőből jött a kijelentés, az Isten beszélt hozzájuk. Tehát az Isten igéje az a felhő, amelyből beszél az Isten hozzád. Hányan mondtok ám? Amen. Tehát téged vezet a felhőoszlop és a tűzoszlop. Izrael népe kijött a sötétségből, a bárány segítségével, Mózes volt az Isten szolgája, aki rámutatott a bárányra, és utána jött a Szentlélek, és jött az Istennek a beszéde, hogy befedezze őket, hogy vezesse őket olyan úton, ahol nem voltak még soha. A Szent Szellem vezet téged. Hányan vágytok arra, hogy nap mint nap vezessen benneteket a Szentlélek? Minden sötét éjszakán szükségünk van erre a világosságra. Minden tikasztó napon szükségünk van Isten beszédére, hogy tanácsoljon és vezessen bennünket. És észrevettétek, hogy ebben a pillanatban mi történt? Ugye 2 Mózes 13, 21, 22, elolvastuk már ezt az igét? Ugye? Figyelitek, hogy mi történt még? Egy nagyon fontos esemény történt, hogy az ellenség eddig még üldözte őket. Tehát különbség van a között, hogy az ellenség úgy üldöz téged, hogy ha elkap, itt a véged. Meg különbség van a között, hogy üldöz az ellenség, de tudod, hogy te fogod őt legyőzni. Amen. Tehát ebben az állapotban még úgy érezte Izrael, ha elkapja őket az egyiptomi hadsereg, aki üldözte őket hatalmas haderővel, akkor le fogja őket győzni, és vissza fogja őket vinni a régi életükbe. Ők rabszolgák voltak, és vissza a régi életükbe. És nagyon féltek. El tudjátok képzelni, mennyire féltek, amikor mögöttük ott robogott mindig az egyiptomi hadsereg? Nem tudom, hányan éltétek át, hogy nap mint nap, amikor az ember megtér, és mielőtt vízkerességet vesz. Sokan beszámolnak, és én is átéltem, hogy miután megtértem, és a vízkerességig eljutottam, rendkívül nehéz harcaim voltak. Olyan erőteljes harcokat éreztem, hogy ez nem igaz, hogy mi lett az én életem, mert szinte felborult az egész élete az embernek, az ember mindent elkövetett, hogy fordulj vissza. Ezért mondom, akik most megkeresztelkedtek, hogy ezért volt az utóbbi hetek nagy próbája, ezért volt az utóbbi hónapoknak nagy küzdelme, mert még az ellenség ott robogott mögöttetek. És el akarta hitetni, ha elkaplak, vissza fogsz fordulni, nem foglak én olyan könnyen elengedni. Döntöttél, de nem foglak elengedni. Isten meg azt mondja, figyelj, már oda küldtem az angyalomat, és közötted és az ellenség között ott van a Szentlélek. Az Úr visz, mert Isten is tudja, hogy igazán biztonságban hol van az ember. Az ő országában. A senki földjén nem vagyunk biztonságban. A két ország között, a sötétség és a világosság országának a közepén, között valahol nem vagyunk biztonságban, mert csak menekülünk az ellenség elől, de olyan csodálatos, hogy amikor nemzetté vált a túlparton, mert eljutunk mindjárt oda, hogy átkeltek a vizen, átkeltek a bemerítkezésen, átkeltek, ketté nyílt a víz,
Azután már Isten megsegítette ezt a népet, és ők győzték a ellenséget. De csodálatos dolog ez, hogy a Szentlélek vezet, és odaáll, és nem hagy téged, hogy forduljál vissza, hanem Isten harcol, érted? Akik igazán újjászülettek, Isten azon harcol, hogy végig eljuttasson téged a Szentlélek arra, hogy már többé nincs visszaút, és nem tud az ellenség mit kezdeni veled. Ha támad is téged, nem tud legyőzni, mondj egy ámen. Ha harcol is ellened, ő fog veszíteni. És nem kell félned attól, hogy mi lesz holnap. Nagyon fontos ez. Tehát nagyon fontos ez. Te soha nem fogsz már visszafordulni a bűnbe. Te soha nem leszel már a sötétségnek a gyermeke. Te soha nem fogsz élni úgy, mint eddig, mert megváltozott az életed. Te most már szent nép vagy. Istennek szüksége van rád. És a vízkerességnek ez a második jelentése. Szent nép vagy. Ezzel kezdtük. Megtartásra való nép vagy. Isten harcol érted. Menjünk a következőre. 2 Mózes 14, 19-től 31-ig megpróbálom elolvasni, mert nagyon fontos. Elindultak azért az Isten angyala, aki jár vala Izrael tábora előtt, méne mögéjük, felhőoszlop is elindul előlük, és mögéjük áll. És oda méne az egyiptombeliek tábora, az Izrael tábora közé is, így lőn a felhő és a sötétség. És az éjszakát pedig megvilágosítja vala, az egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz. Kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tenger, és szárazzá tevi a tenger, és kétfelé válának a vizek. Szárazon menének Izrael fiai tenger közepébe, a vizek pedig kőfalgyanánt valának nekik jobb kezük és bal kezük felől. Itt megállok, és mindjárt folytatjuk. Mit jelent ez? Először is van egy olyan ige, hogy út készítetik ott, ahol nincs. Tehát amikor az ember újjászületik, felragyog neki a Krisztus, a Szentlélek kivezeti őt a bűn Egyiptomából, és elkezdi őt vezetni ezen az úton, ahol bevezeti Isten országába. Utána következik egy rendkívül fontos dolog. Elvezeti a vízhez. Mint ahogy a négy barátunkat is. Még 4 hónappal ezelőtt Károlyan nem beszélgettem volna, vagy a többiekkel nem nagyon beszélgettem volna arról, hogy figyelj, a Szentlélek visz a vízhez. Jön valami, amit nagyon fontos lenne megtenni. Át kell kelned majd a vízen. Először is az emberek nem értették, hogy miért arra vezeti őket a Szentlélek. És sokszor nem értettem az életemben, hogy miért kell vízkerességet venni ahhoz, hogy az embernek örök élete legyen. De ennek van egy jelentősége. Elmondhatom nektek? Az első jelentősége az, hogy ez természet fölötti élet, amit mi élünk Istennel. Az egy természet fölötti jelenség volt, hogy ketté hajtotta a vizeket a szél, addig fújt a szél, hogy ketté választotta, falként két oldalt, azt mondja a Biblia, álltak a vizek, és ott, ahol eddig a tengernek a feneke és jó, mély, illetve magas víz oszlop volt ezen a helyen, ahol, ami soha nem látott még világosságot, az a hely világosodott meg, és ott készítetted egy út. És így működik az Isten országa az ember életében, az újjászületés, az Isten országa és az Isten követése, az nem természetes emberi okoskodás, hanem természet fölötti út. Megnyílik egy olyan út, amit soha nem is láttunk. Láttad te a tenger alján azt az utat, hogy ott fog majd keresztül menni Izrael népe? Láttad te, az lesz a szabadulás útja? Senki nem is sejtette, nem is tudja, de elmondom nektek, mi már ma már látjuk, hogy a szabadulás útja a vizen keresztül vezet. Nem a szárazföldön keresztül, hanem a vizen keresztül. És elvezette Izrael népét oda az Isten angyala, a Szentlélek a vizekhez, és ott álltak, és azt föltették ezt a kérdést. Most mit fog itt történni? Most miért kell ezt megtenni? Vagy mit fogunk itt csinálni? Mögöttünk az ellenség, mi kiszabadultunk Egyiptomból, és most itt fogunk elpusztulni, mert itt nincs út. De akkor ketté váltak a vizek, és akkor látja meg az ember, hogy a vízkeresség egy természet fölötti útnak a kezdete. Ahol Isten kinyitja nekünk az ajtót, és ez az út már nem a földön vezet, hanem a mennybe vezet. És soha nem láttuk. Soha nem gondoltuk, hogy itt ketté nyílik.
És ma itt, a gyülekezetben, hagyd mondjam el nektek, ha Isten megnyitja a szemeteket, és látnotok kell, hogy megnyílt az út a mennybe. Megnyílt az út a mennybe. Ez történt. A vizeken keresztül, amelyek ketté váltak. Megnyitotta Isten a vizeket, és ennek a keresztségnek azért nagyon-nagyon fontos része ez, mert ez egy jelképet hordoz, hogy megnyitotta Jézus Krisztusnak a testét. Ott a Golgotán az a katona, úgy nyílt meg számodra ez a víz. És amikor ezen a vízen te átmész, ők Mózessel együtt karöltve mentek át, a végén Mózes is átsétált, te pedig ezen a vízen keresztül Jézus Krisztusra sétálsz át az örök életbe. Sétálsz át az új életbe. Mész át olyan úton, amin még nem is álmodtál, hogy van út. Nem is gondoltad, hogy van út, mert ez egy természet fölötti út, ez egy hitbeli út, és ha nem fogod meglátni, nem fogod hinni, akkor nem fogod soha meglátni. És Mózesnek is azt mondta az Úr, hogy üss rá a vizekre, és higgy, és ezen a helyen át fogtok menni, és ez lesz a szabadulás. És ez a vízkereség, hiszem, hogy szabadulás. Engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy minek a szabadulása. Figyeljétek meg, hogy eddig az ellenség követte őket, de az a vízkereség, amin a keresztények átmennek, egy olyan pont, ahol az ellenség csődöt mond. Innen már nincs visszaút. És ezt ők is tudják. Eddig üldözhetik az ember. De amikor a vizeken átmegyünk, és mi is Jézus Krisztusba belekeresztelkedünk, és átmegyünk vele együtt az örök életre, és beírják a nevünket az élet könyvébe, onnan nincs visszaút. Összezárulnak majd a vizek. Mert ezek a vizek nem csak megnyílnak, és egy új útra léphetünk rá az Isten útjára, hanem mögöttünk összezárulnak. És nézzétek, mi történt. Az ellenségnek vége. Soha többé nem tudott ellenük eredményesen harcolni. És soha többé nem tudta őket visszafordítani. Nem tudta fenyegetni őket, mert ugyanaz az út, amely az egyik az életbe vezette az Izrael népét, nekik a halálukat jelentette. Mit jelent ez a gyakorlatban? Úgy gondolom, hogy aki vízkerességen átmegy Jézus Krisztussal együtt az új életbe, ezen a természet fölötti úton átmegy a vizeken, annak már nincs visszaút. És annak végérvényesen be van írva a neve az életkönyvébe. És az ellenség ezt tudja. Ezután harcolhat ellenünk, de mi fogjuk őt legyőzni. Ezután harcolhat ellenünk, de visszafordítani nem tud. Ezután harcolhat ellenünk, ha mi nem akarjuk, akkor egyszerűen nem okozhat nekünk olyan csapást, amely az életünkbe kerülne, hanem mi Istennek a kezébe vagyunk. Mert a túlpart az Isten országát hozza el a számunkra. És itt jön az utolsó gondolat, amit szeretnék mondani. Nagyon-nagyon fontos ez. És száraz lábbal mentek át, ugye természetfölötti módon mentek át, Isten készítette ezt az utat, és nézzük meg ezt az igében, hogy hogyan van ez leírva. A Máté 27:51-52, lásd meg! És a zsidókhoz itt levet is kérem, utána vetítsük ki. Tehát a Máté 27:51-52. Imé a templom kápítja, a fölétől aljáig ketté hasada, és a föld megindula, és a kőszékák megrepedezének. És a sírok megnyílának, és sok elhunyt szeknek teste föltámad. Tehát megnyílt az út. Ez az az ige, ami arról beszél, hogy Jézus Krisztus a saját teste által a zsidókhoz itt levélt, és mindjárt el fogjuk olvasni, a saját testével nyitotta meg az utat, és választotta ketté, akkor ott a tengert, így pedig nekünk az örök életnek az ajtóját nyitotta meg, a saját testével. Ez van megírva, dicsőség az Úrnak. Megnyílt az út az mennybe, a templom kárpítja ketté hasadt, és többé nincs az ember elválasztva Istentől, hanem átmehetsz, és örökre vele lehetsz, és az ő országa lesz a te országod. Isten gyermeke leszel a világosság gyermeke, szent nép leszel, megtartása való nép leszel, és az Isten országa a tiéd. A saját testével nyitotta meg. Még egy igét hagyj olvassak, a zsidók 10:19-21. Hányan vagytok, akik rácsodálkoztak, hogy milyen csodálatos az Isten? Mivel, hogy azért atyánfői bizodalmunk van a Szentlélekbe való bemenetelre, a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanán, a kárpít, az ő teste által. Akkor ott az Ószövetségben Isten készített el az utat, most az Új Szövetségben a mi Mózesünk, a mi Krisztusunk szintén elkészítette az utat, és a saját testén keresztül nyílt meg ez az út, mert ő a mi főpapunk. Amen.
Tehát amikor mi a vízbe lépünk, Krisztussal együtt megyünk át a vizeken, és Krisztusba keresztelkedünk bele. Dicsőség az Úrnak. Ezt jelenti ez. Csodálatos dolog ez. A saját testén át vezet bennünket. És az 1 János 3.14-et is nézzük meg. Hova vezet ez az út? Ha valaki átmegy a vizen, hova vezet ez az út? Ha valaki vízkerességet vezet, hova vezet ez az út? Nézzük meg. Mint tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Mert szeretjük a mi atyánk fiait, aki, ezért hívjuk életgyülekezetnek az életgyülekezetet is. Tehát mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait, aki nem szereti az atya fiát, a halálba marad, vagy a sötétségben marad egy másik fordítás szerint. Tehát mi átmentünk a vizen keresztül, ezen a természet fölötti úton keresztül, Krisztussal együtt átmegyünk, és az útnak a végén az örök élet vár. A másik oldalt Isten országa vár. A túlparton egy új ország vár. Dicsőség Istennek ezért. És ez az a hely, ahol nincs visszaút, és ez az a hely, ahol az ellenség nem tud visszafordítani téged. Ez nagyon-nagyon fontos állapot, és nagyon fontos igazság ez. Új ország vagyunk, és új állampolgárságot kaptunk. Hányan mondtok egy hallelujját, hogy Isten országa tietek, és új állampolgárságotok van, új emberek vagytok, új nép vagytok, és új országotok van. Ez a vízkeresség. Ezért támadja a sátán annyira az embereket, hogy ne jussanak el odáig. Ha már egyszer megtértek, abba még belemegy. De utána ne legyen vízkeresség, és ezért mondta valakinek a Szentlélek ma az Isten tiszteleten, nem szégyel téged az Úr, te se szégyeld őt. Ne mondd semminek ezt az utat, mert ez a természet fölötti út Isten rendelt el. A vízkerességet nem lehet kihagyni. Ez örök élet kérdése. Hányan mondtak ámen? Ez örök élet kérdése. Ez az új embernek a legelső lépése. Új nép vagyunk. Az új nép az átmegy a vizen. Egyszer, egyébként ők egyszerre mentek át, mi pedig, ugye, ahogy Isten hív bennünket, folyamatosan úgy mennek át az emberek, folyamatosan, és így leszünk új nép, és a túlparton, a vízkeresség túlpartján vár Isten országa bennünket. Ugyanez volt velük is. Csodálatos dolog ez. Isten országa vár téged. Áldott legyen az Úr neve. Veled van az Úr, el nem hagy téged, az ő népe vagy, az ő gyermeke vagy, az ő nemzete vagy, és egy országot készített. Hova vezet ez az út gyakorlatilag? Ez az út a mennybe vezet. Tehát aki megtér, fölragyog neki a Krisztus, és megtér, és kijön Egyiptomból, a bűnnek az egyiptomából, és átmegy a vizeken, Jézus Krisztus együtt, ami Mózesünkkel, annak megnyílik, lezárul az út az ellenségnek annyi. És megnyílik egy új ország. És onnan nincs visszaút. És a túlparton, dicsőség az Úrnak, csodálatos események várnak ránk, mert nem csak ez történik, hanem, hogy beírták a nevünket az élet könyvébe, hiszem, hogy ahogy a tűzoszlop segítségével és a felhőoszlop segítségével mész, a mennybe fogsz érkezni. Van út a mennybe? Ki építette meg? Jézus a saját testével építette meg. Mint a fordó szél, amikor elragad, szellemet szellememhez ér, és elvisz magával minden gondot, erőt a hitet remény. Mint a fordó szél, amikor elragad, szellemet szellememhez ér, és elvisz magával minden gondot, erőt a hitet remény. Minden más lett, amikor kegyelmed elrabolt, foglyul ejtett, szerelmed szívemig hatott, és szabad lettem. Velem az ég ura, marod minden nap felemel, jó tudom, tőled semmi nem szakíthat el. Mint a fordó szél, amikor elragad, szellemet szellememhez ér, és elvisz magával minden gondot, erőt ad, hitet remény.
és volt fény és szent neve a hegy alá száll. A földeket emő vészet, benne bízom életem, talán nem mindig gondtalan, de aki szeret téged, annak minden javára van. Csak tiéd! Csak tiéd a szívem, szél, amikor elragad, mint a forró szél, amikor elragad, szellemet szellememhez ér, és elvisz magával minden gondot, erőt, mint a forró szél, amikor elragad, mint a forró szél, amikor elragad, szellemet szellememhez ér, és elvisz magával.